Sziasztok! Remélem, jól vagytok. Valaki kért tőlem egy videót az állatokról, úgyhogy most csinálunk egy ilyen videót, és um, tulajdonképpen kettő videó lesz ebből. Az egyiken csak gyorsan elmondom az állatok nevét, és a másikon majd megmutatom, hogy mit mondanak franciául képekkel. Jó? Szóval, kezdjük úgy, hogy... A csibe az puszán. Poussin. Poussin. A tyúk az a pull. 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 A kakas a kok. Kok. A liba dind. 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 A galamb, Pigeon. 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 A tzitsa, Chat. Chat. A Koutia. Chien. 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 Oketchke. Chèvre. 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 a bárány anyó. a nyú, a tehén vache, 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 a bika toro, 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 a traktor, ez nem egy állat, de ez benne van a zenébe, amit uh, majd tanítani akartam. Uh, az a traktor. Trak traktor. Traktor. Szóval ezek az állatok benne vannak ebbe a dalba, amit uh, meg akartam mutatni, hogy hogy néz ki, vagy... Na, szóval mindegy. Nagyon gyorsan énekelnek, az az igazság, de ha ezt meg tudjátok tanulni, akkor hey, az már egy nagyon nagy dolog. És ez úgy kezdődik, hogy a rádióban van, és akkor mindig mondja az állatoknak a nevét, és hogy um, mit mondanak. Szóval a rádióban van, az úgy kell mondani franciaul, hogy à la radio ilia à la radio, il i, Csak ez gyorsan mondja, úgyhogy úgy mondja, hogy à la radio ya. Csak ez a il ez franciául, amikor gyorsan mondják, akkor úgy, le, úgy, hangzik, hogy ya. Szóval à la radio ya un Ez úgy, úgy, kezdődik, hogy à la radio ya poussin. És utána a úgy csinál, hogy piu. De ezt megmutatom a következő videóban, amin képek is lesznek, jó? Szóval Rögtön találkozunk! Sziasztok!